Minden kedves hölgynek ki vaper a -e földön, avagy nem, nagyon boldog nőnapot kívánunk a Nemzetközi Zoltán nap alkalmából. Éljen, éljen, éljen. Szervusz, Krisztián! Nem már. <laughs> <laughs> Mit nem már? Hello! Nemzetközi nőnapon is és én lemaradtam róla. Hát, igen, ma még nincs, amikor fölvesszük, de mire hallgatni fogják, bizony, hogy lesz. Úristen, tényleg, tényleg, majdnem lemaradtam róla. Jaj, de jó, hogy szóltál, így nem maradok le róla. Köszi! De látod, hogy milyen jó, hogy nem másnap vesszük föl, hanem előző nap, mert így legalább tudsz kingának virágot venni. Hát ez zseniális. Köszönöm, köszönöm, Fifika, cool. Úgyhogy éljenek ez a va vaperinák. Éljen a minden, hölgy. Éljen a minden, éljen a minden, minden nő. Mert hogy Nők nélkül nem lehet élni, higgyétek el, gyerekek. Hát, ez, 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 amit mondasz, az vagy trivialitás, vagy egy nagyon ügyesen burkolt, elképesztő, mélyen gondolat. Igen, vagy burkoltam, buzisztam most, de nem mondom meg, tehát ez is lehet. Nem, nem, nem erre gondoltam, hanem egy ilyen nagyon, nagyon mélyen szántó filozófiai gondolat, vagy hogy... Hogy igen, vannak ilyen, sok, sok, sok szinten igaz az, amit mondasz. Vannak ilyen axiómák, érted? Ilyen, ilyen határtalanul és ö, ö, megmásíthatatlanul bölcs kijelentések. Tudod, mit tudom is én ilyenek, hogy be kell állni az ellenállásnak. Vagy ö, tablettás TH. Tehát ezek ezek olyan, olyan mondatok a vaperközösségben, közösségben, melyek örökké élni fognak. Én ezt gondolom. De ha már ilyen mélyen szántó gondolatokkal kezdesz, Szifika, akkor mesélj el nekünk, hogy mi történt veled az elmúlt héten. Olyas módon kivetted a számból a szót. Már megint ha, 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 a számban ha, ha, kotorászol, Krisztián. Ó, mi is történt velem a héten? Összeraktam egy egy uh, orange most azzal uh, szóra... Bármi is legyen az. Szó... Bármi is legyen az, igen. Hát tudod, egy ilyen Alevinner processzoros uh, egy, uh, egy gigaramos ez PPC nevű eszköz, és akkor ilyen kis médiaboxot uh, csináltam belőle. De ez, ez mi, mi ez? Mi ez? Mert hogy én még nem hallottam, csak Raspberry Hát ah, van a raspberry, és van az, or az orange, az a, nem tudom, az a kínai. Tehát gondolom azért, ah, azért ah. orange, mert mandarinék gyártják. <laughs> nem, nem tudok rá mit mondani, érted? De, de hasonló kvalitású, lehet rá rakni Linuxot, sajnos Windows az nem készült rá valamilyen érdekes sokból kifolyólag, míg a Raspberry-re van, erre sajnos nincs, viszont van rá Android, és. Raspberry-re nem csak, ahogy hívják, a Windows 10-nek az Internet of Things edition-je, az a headless. Hát valami nagyon-nagyon lebut Hát a, a, amit Armra írtak meg, Windows 10. Most nem tudom, én annyira nem mélyedtem bele, de hogy én el... Szóval nem nem volna, hogy Windows ra rá, de jó, jó. Petj. Hát, oké, okay. nyilván, és akkor van erre uh, Linux Distro, Raspbian, ami szintén Linux, természetesen csak, hogy az a, a kvázi ilyen, ilyen gyári, közeli fejlesztő, vagy fejlesztett lin, Linux-a de hát ilyen port, ja. Igen, Na. igen, igen. De van rá, Ubuntu, Lubuntu. Na, és akkor van egy ilyen média központ, a Kodi, ugye, ami előtte XBMC néven futott, vagy valami ilyesmi. És akkor ilyen kis, nagyon jó kis média szervert lehet összelapátolni, aránylag ilyen nem tudom, 25-30 dollár költségen, tehát nem egy, egy ökörára. És így gondoltam, hogy nekem az most így nagyon jó lesz a la kis lapos tévém mellé, mert hogy nem okos tévét vettem. Én hülye. <kül> Természetesen. Na, minden. Nálunk ugyanez a setup van egyébként. Igen. Csak raspberry vel ja, ja, Egy darabig bóckodtam vele, meg minden, aztán, aztán átavanzsálódott kodivá. <laughs> <laughs> is. Igen, igen, igen. És akkor ennyi. Tehát, és a, kodihoz van egy csomó repú, ahonnan tölthetsz le mindenféle ö, okosságokat, de még annyira nem mélyedtem bele. Megmondom Én szintén csak örültem, hogy föl tudtam rakni, meg elindult, meg összeállt a, a cucc, és működik. Királyság. Ez volt az egyik uh, ilyen uh, setupom, hát a, a másik az meg inkább szakmai jellegű, tehát itt, itthon uh, Sovány magányomban, uh, mint egy alkimista, tudod, így szedegetem elő a, a egy-két hónappal ezelőtt eszenciaként lekevert mintákat, és öntöm föl vele a, a PGVG bázisokat, és akkor így valami bemarad a csőbe, valami meg kiesik huh. a csőből, és akkor ami bemarad, annak címkét tervez, hát tervezek, nyilván van egy koncepció az eszencia címkére, és akkor annak megcsinálom a címkét. Hát most tartok tíznél, de szerintem ha megvan a húsz, az jövő hét, de akkor én már kint vagyok csikban, akkor valamikor egyszer csak így hús kinyitjuk a, a webshopot. Tehát most már tényleg itt van, már annyira ég a pofám, és annyian... Most már senki nem hiszi el. Nem, 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 tehát ez a, ez tényleg annyira ég a pofám, és már annyian rám írtak, hogy, hogy mikor nyit már a webshop. Na, most már úgy, úgy érzem, hogy tényleg itt az ideje. Ja, és megjöttek a készülékeink is, amik a romániai forgalmazásban mennek, de természetesen a webshopban is elérhető lesz ez a, az egyik része, az a német partnerünktől jön, a másik része az egy kínai partnerünktől, illetve egy olyan kínai partnertől, akinek európai disztribúciója van. Ez a Vapionyír, és na, lesz egy pár, nem mondom azt, hogy fú, most bemész és szemet száll, de el fog állni, nem fog elállni. De, de ez, ez lesz. Sajnos a, a, kazánok azok rajtam kívül álló okokból, de, de meg kellett, hogy, hogy szüntessem őket. Úgyhogy az, az nem lesz, és azt mondjuk én nagyon fájlalom, hogy úgy mondjam. Tehát dvar mm. dvarvot nem fogunk árulni, bármennyire is hitegettem bárkit is ezzel a sztorival. nem jött össze. Van ilyen. Afranyóba. És veled mi történt, Krisztián? Velem, kérlek szépen, az történt, hogy véget ért az antibiotikum kúrám és hivatalosan és házi orvos pecsétel ellátva gyógyultnak lettem minősítve, úgyhogy a kis mandula gyulladásomnak végérvényesen vége. És, de visszamenni kontrollra, basszus, az teljesen kész volt. Általában legalább egy órát üldögélek ott a váróteremben és így körbenéztem, és így mindenki a halálán. A bal oldalamon a jobb oldalamon köhögnek. Ha mondom, ez kurva jó, meggyógyultam, visszajövök kontrollra, és úgy fogok elmenni, hogy biztos, hogy összeszedtem valamit, de eddig még nincsen jele. Úgyhogy ez, ez volt a, 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 a nagy fejlemény, meg Te, végre Krisztián, Meggyógyítottak a számok? Úgy érzed? Igen, Charlie Grabowol száma egyértelműen tette a hatását, és, és rám számolt, és és gyönyörűen meggyógyultam tőle, nem ettől a hülye antibiotikumtól, amit szedtem reggel este. Tuti, hogy a grabovoi számok segítettek rajta. Biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne. Most légy szíves, a bélflórádra is keressél valami számot, mert antibiotikum után abszolút. Nagyon alapos a házi orvosom, kérlek szépen, akinél tíz éve nem jártam. Ezt megelőzően és már az antibiotikum mellé fölírt egy ilyen, hogy hívják ott, bizbaszt, ilyen élő jószág. Azt még szedem egy darabig. Egyébként én tényleg senkinek nem akarom elvenni a kedvét ettől az antibiotikum után a bélflóra helyreállító kezelést kell csinálni, csak erről még egy kibaszott kurva hiteles tanulmány nem született egyébként. <laughs> Hát, figyelj, bajom nem lesz belőle. Az biztos, nem fog, nem, az ne, biztos. Nem ezen fogok leállni vitatkozni. Az rádió, biztos, az tuti, az tuti. Nem is tudom valami. Ja igen, a kedvenc beszélgetős fölvételem, amit itt is megosztottunk, ez a... a Big Pharma, vagy a bet Pharma a Big Pharma című előadás, ott hangzik el uh, hihetetlen módon, hogy hát igen, ez a ez most a leg, legnagyobb üzlet, de erre még senki nem tudott fölmutatni egyébkézzel kutatást, hogy ez mit tudom is én, 24 órával megrövidítené a, a betegségből való fölépülést, vagy bármit. <kül> Érted? De azért a szedjed, tehát tudod, a, a placebo is marha hatásos tud lenni egyébként. És, és attól se lesz bajod. És attól se lesz bajod. Tehát, <coughs> nagy mennyiségű placebóban csak bízni lehet, érted? Mellékhatások nélkül. <coughs> Na ezért volt jó a homeopátia. Látod? Most hát meg... igen. Csúfoljuk. A héten megosztottam egy jópofa facebookos képet, hogy ez a gyerek a homeopátiának köszönheti az életét. Azt láttam. Jó, ja, igen, láttam, láttam. <gül> igen. <gül> Na, hát azért történnek jó dolgok. Lássuk be. <kül> És még mi történt veled? Az történt velem, hogy most, hogy már nem szedem az antibiotikumot, most végre el tudtam kezdeni szedni az új diabétesz gyógyszeremet, mert hát egy kicsit elkalandozott a vércukrom az utóbbi időben, és ezt meséltem múlt héten, vagy nem meséltem múlt héten? Mesélted, nem, nem mesélted. Ja, a, a veseleállós előző gyógyszerem, és ezzel már lehet inni. Úgyhogy csak nem nagy mértékben, úgyhogy szolidan iszogathatok ezzel a holmival. Nyilván egy nap alatt nem csinál csodát még a cucc, de most elkezdtem szedni, aztán kíváncsi vagyok, hogy, hogy beállítja é a cukromat. Én nagyon szeretném. És ennek meg egy olyan tulajdonsága van, hogy nagyon ritka, tízezerből kevesebb, mint egy, de hogy a fenébe hívják, ez tejsav acidózist okozhat, vagy laktát acidózist. Jézusom! Ami ami fogalmam nincs, hogy mi de kómával jár, úgyhogy azért ennek is megvan a mellékhatása, amitől lehet rettegni, de hát ez van. Tehát olyan gyógyszer, Krisztián, ezt tanuld meg, nincs, aminek nincs mellékhatása. Hát ez csak a durva mellékhatása, a tízből egy, tehát nagyon gyakori, vagy tízből több, mint egy, az a hányás, rosszul lét, gyengeséggel járó fáradtság, és mit tudom én ilyenek vannak, egyelőre még semmi ilyesmivel nem találkoztam, megpróbálom lekopogni, itt egy fa, igen. Úgyhogy ez az új kaland, új cukorgyógyszer, remélem használ. És ezen kívül már csak egy dolog történt velem, majdnem elütött egy kis földmunkagép reggel bakkér. Így, így indult a napom. Te, Krisztián, te azt csinálod, mint a nyugdíjas az erdőbe, hogy mentem, mert nem, nem. Rohantam, és egyszer csak így, hirtelen kinőtt előttem egy gomba. <laughs> ez nem, ez nem <laughs> ilyen volt, basszus, ez nem ilyen volt. Itt végig ástak valami árkot itt a Dózsa úton, és nagyon közel a, a falhoz, a, a homlokzatokhoz, és és én annyit láttam a, a kapuból, hogy ott van egy baszon nagy árok előttünk, és így kiléptem, és így megálltam egy pillanatra, hogy ez meg mi az állat? Na és ekkor száguldott el jobbról előttem a, a vidáman száguldozó kisföld munkagép, Hogyha nem állok meg nézelődni, akkor simán kilépek elé, és az a... Tudod, az a olyan, mint egy kis bobket, csak olyan, mint egy kis targonca, csak nem targonca emelő villa van az erején, hanem az a, az a markoló alulról. Igen, markoló, igen, markoló, igen, és... igen, 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 igen. Ha majdnem, ha nem állok meg bámészkodni, hogy ez mi az Isten, akkor úgy elcsap engem ott, mint a sics. Akkor most nem podcastelünk konkrétan. Hát akkor most nem podcastelnénk, jó. Fú, Krisztián. Igen. Tehát... Charlie biztos, hogy erre is mondott valami számot, hogy, hogy ezt megúszta, tehát ez most már nagyon komolyan kezdek hinni ebbe a számmisztikába. És azt tudod, hogyha leírod, hogy 1848, ezt tudod? Akkor mi van? Tehát egy leírod, hogy 1848, 3, 15, és akkor állítólag ez a, ebből kijön a, a választás dátuma. Nem, csak annyit kell leírnod, hogy 1848, igen, most már tudom. Úgyhogy 18.4. 18.48. Jó édes Istenem. Valaki nagyon és... <laughs> Jaj, tehát még nekem is végig kell gondolni, hogy a picsába van, de így van, hogy 1848, és akkor kijön a választás dátuma. Ez nem lehet véletlen. Biztos, hogy nem véletlen. <laughs> Mi bízunk a számokban. Még valamit akartam mondani, de elfelejtettem, de ez a nyomorult földmunkagéppel volt kapcsolatban. Az biztos. Ja, igen, igen, az jutott eszembe, hogy. Igen. Életveszély van a kapunk kilépve, és aztán az idióták, meg a kis ecigimtől féltenek engem, meg mindenki mást. Te Holott bármikor elcsaphat egy kis bobket. Egyrészt, másrészt pedig a, a budapesti levegőszennyezettség az az én messze felül egy-egy cigaretta káros anyagtartalmát, de ezt gondolom, hogy senkinek nem szúr szemet. Vagy mi. Abszolút nem. Na, viszont uh, láttam neked szemet szúrt uh, doktor Polóza. Professzor, Polóza professzor. Igen, és némileg kapcsolódik ehhez is, hogy mitől féltenek, meg mitől nem féltenek. Uh, rajta vagyok ugye a levlistán, amin a, az okosok szoktak beszélgetni ezekről a dolgokról, és többnyire hallgatok, hogy nem mondjak butaságot, csak nagyon ritkán szólalok meg. De pont ma jött egy, egy, egy levél elindult egy ilyen beszélgetés valami hülye cikk kapcsán, és volt egy ilyen rövid eszmefuttatás a Polóza professzornak, hogy játszunk el a gondolattal, hogy, hogy mi van, hogyha az elektromos cigaretta. az nem 95%-kal legalább 95%-kal kevésbé egészségkárosító, mint a, a hagyományos égetéssel járó dohányfogyasztás hanem csak fele olyan káros. És, és hogy pontosan tudjuk, hogy átlagosan 30 és 50 év telik az, mire valaki egy dohányzáshoz köthető betegséget tapasztal magán, tehát mire kialakul valamilyen szövődménye a, a, dohányzásnak. Most, ha csak fele annyira káros az elektromos cigaretta, akkor gyakorlatilag 60-tól 100 évig történő elektromos cigarettázás után lenne várható, hogy, hogy kialakuljon bármi, az átlag életkort figyelembe véve, ez azért nem is egy olyan, olyan rossz szám, és mi lenne, hogyha a, a, az emberek végre valahára olyan dolgok miatt kezdenének el aggódni, amik tényleg komoly kockázattal járnak, mint például a túlsúly, vagy a magas vérnyomás, mert hogy így ezeknek azért egy kicsit nagyobb valószínűsége van, hogy, hogy kicsinálnak. hamarabb maguk. a tepsébe kerülsz. Ja, 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 Mint ezektől. Igen, ez a, a biztosítóknak van erre egy piszok jó rendszere. Nem tudom, hallottál erről, főleg Amerikában, ja. amikor életbiztosítást kötnek, akkor egy ilyen hihetetlen kérdőívet töltenek ki, aminek a végén Megkapják, hogy az adott ügyfél milyen uh, várható életkorral, milyen rizikófaktorokkal rendelkezik, <coughs> és nyilvánvalóan <coughs> ez alapján fogják majd a biztosítási összeget uh, meghatározni. És uh, egyszer az egyik, uh, már nem emlékszem, ez egy ilyen. 5 éve, 6 évvel ezelőtti tisztori, Az egyik biztosítónak ez a, ez a rizikószámításos programjának valami forráskódja kikerült, és ebből visszafejtették, hogy mi milyen rizikófaktorra számol, és a dohányzásnak kisebb volt a rizikófaktora, mint a, a tartós gyógyszerszedésnek. Wow. Bocs. Tehát, amikor a program wow. így számolt, érted, akkor kérdezte, hogy és gyógyszert mennyit és akkor mondta, hogy mit tudom én, vérnyomás csökkentő és az így jöttek föl a százalékoktól, és mit hogy 20 cigarettának kisebb volt a rizikófaktora, mint a, a háromféle ilyen <kül> nyugtató vérnyomás csökkentő, és mit tudom én, gyomorsabb termelésgátló gyógyszer, ez így nagyobb rizikófaktort jelentett a biztosítási lapon, mint a, a dohányzás. Már csak egy pillanatot, Fifika, álljunk meg itt egy pillanatot kérlek, riasztásom van. Nos, amíg Krisztiánnak riasztása van, addig kifejteném a, az álláspontomat a, a polózadoktor mondandójával a, a kapcsolatban. Ugye mindig abban a hibába esünk, vagy esik a, az, aki megítéli kívülről a, az e-cigarettát, hogy vagy a viszonyítási alapja ö, nem jó, tehát mondjuk a hegyi levegővel próbálja meg összehasonlítani. Megjegyzem, hogy egyébként ö, azzal szemben is kiállja a, amúgy a próbát, ö, vagy. Úgy próbálja a, a dohányos ö, ember ö, és a, az e fizikai és egészségügyi állapotát fölmérni, hogy nem veszi figyelembe, hogy aki most e-cigarettázik, el az előtte mondjuk 30 évig dohányzott. És ezek ezek hihetetlen fals eredményre vagy végkövetkeztetésre juttatják ezeket a, a szerencsétleneket. Egyébként pedig nem kell félteni őket, mi nyilvánvaló, hogy valamiféle fizetett álláspont kialakítás van ilyenkor a, a, háttérben. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy fel a fejjel, tehát ne higgyünk senkinek, azért tényleg masszívan megalapozott bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy ha... És nem is kevés. Ha, ha dohányozni kell, vagy elektromos cigarettát használni, melyik tab tabletta után nyújjunk, ugye, ne után, szabadon a piros vagy a kék tablettát válasszuk. Nem tudom, akarsz-e még ezzel valamit, vagy ezzel kapcsolatban valamit mondani? Nem, csak azon tényleg érdemes elgondolkodni, hogy, hogy tudjuk, hogy mennyire picike az a szám, amennyire a dohányzáshoz képest, a folytatólagos dohányzás képest egészségkárosító, és hogyha ezt nagyon-nagyon-nagyon durván felszorozzuk, hogy tényleg egy ilyen 50%-ot kapjunk, az emberi élet léptékkel mérve, a várató élettartammal mérve gyakorlatilag nincs jelentősége a dolognak. Még akkor sem, hogyha fele olyan káros csak, mint a dohányzás, de hát tudjuk, hogy nem erről van szó. Egy dolgot szoktam uh, még ilyenkor megemlíteni, az nem mindegy, hogy milyen életminőségben, tehát uh, és akkor így kitérnék a, az, uh, az alkoholizmusra, vagy a, a, a drogfogyasztásra, vagy uh, nem tudom, még mondjál valami iszonyú káros, egészségtelen dolgot, mondjuk a zabálásra. Sport. Igen, azt már Churchill is megmondta, hogy baszott nagy szivarral a szájában, hogy no sport. Ez a hosszú élettitka. Tehát az nem mindegy, hogy, hogy az életminőségünk milyen. Épp ma olvastam el egy cikket, a, a skandináv országok valamelyikében engedélyezték az eutanáziát, és uh, én már nem tudom hány ezer uh, eutanáziát hajtottak végre a, a tavalyi évben. Wow. Nyilvánvalóan ezek, uh, ezek, ez, ez, ez az, amikor már, már nem nevezhető uh, életnek, amit élsz nincsen, no. nincsen olyan minősége az életednek, amit élsz. És nagyon sokszor ezt szoktam egyébként csodálkozni azon, hogy, hogy egy csomó ember arra hajt rá, mondjuk a nagy zabálók például, akik ilyen 150 és 250 kiló között mozognak, Tudva tudják, hogy ez az életminőség, amit abban az állapotban él, élni lehet, az borzasztó. Tehát azt nem is lehet életnek nevezni, hogyha egy ágy közepén éled le a, az életedet. Furcsa módon egyébként a, a dohányzók is tudják, hogy előbb-utóbb ennek lesz bármiféle következménye. Én egy jó pár ilyen emberrel beszélgettem, akik 70 éves korukban még mindig elszívta két-három doboz cigarettát. <coughs> Bocsánat. És, és az, az emberben valahol hátul van egyfajta á, velem ez úgyse történik meg. Igaz? Tehát amikor te is no. dohányoztál, tudtad a kockázatot, tudtad, hogy ettől akár holnap után tüdőrákod lehet, vagy bármi más, áll velem ez úgyse történik meg. Nyilván, aki 30 év után abba hagyja, az, a az számolhat azzal, hogy, hogy akár 10 év múlva is lehetnek ennek szövődményei és következményei. Jaj. Tehát hiába váltott át elektronos cigarettára, de ugye azt nem tudjuk, hogy ha nem váltott volna, akkor lehet, hogy két év múlva lett volna ugyanilyen szövődménye, vagy, vagy ugyanilyen súlyos következménye. Én egyébként és már várom. Korábban is mondtad. Mondjad, mondjad. Én, én egyébként már várom majd az első olyan cikkeket, hogy az első olyan elektromos cigarettás, aki uh, nyilván két kézzel kapaszkodik az életébe, is, és uh, valami orvos rá fogja venni, hogy és mondja azt, hogy ez az e-cigarettától van, és jól elhallgatják, hogy előtte 30-40 évet dohányzott. Ja, ja, pont ezt akartam mondani, hogy azonnal ugranak majd rá, mint az állat. Igen, Én... igen. Szóval így. És ha már ha már itt tartunk, azért azt egy csomó emberben tudatosítanunk kéne, hogy ez a magyar társadalom biztosítási ellátás, ez megszűnt. Tehát 120 éven keresztül volt Magyarországon társadalombiztosítás, ezt jó kormányunk, kérlek szépen, 2012-ben úgy kivette az alkotmányból, ugyanis az, az volt a probléma, hogy alkotmányos garancia volt arra nézve, hogy ha te magyar állampolgár vagy, akkor neked bizony jár az egészségügyi ellátás, és ezt egy ilyen szolidáris alapon a befizetésekből, csak erre fordítható módon finanszírozza az állam. Na most, miután kikerült a társadalombiztosítás, mint fogalom a, a törvényből, ezután nincs egy az oda befizetett pénzt, amit most nem is tudom, milyen járuléknak hívunk, átkeresztelték ezt valami szociális hozzájárulásnak és adóként szedik be, bármire költhetik. Érted? Csodálatos. De... Költségvetés hízlaló tehát bármire szabadon elkölthető, még akár, tudod, el is veszítheti közpénz jellegét, vagy nem tudom, tehát bármi lehet, bármi lehet belőle, és egy 120 éves intézményt baszki egy tolvonással így pik, kisöpörtek a, a... Az alkotmányból, ami fölháborító egyébként, és annak idején szerintem ez nem sok embernek ment, tehát ugyanezt csinálták meg a nyugdíjjal is. Adó módjára szedik. Hónap azt mondja a kormány, bocs, most olyan a gazdasági helyzet, és nem fizetünk nyugdíjat, vagy kevesebbet fizetünk, vagy nem annyit, vagy nem tudom én mi. Az hello. Tehát addig, amíg a, a Ugye ezt úgy hívták régen, hogy nyugdíj és társadalom biztosító intézmény. A, a nem is tudom, a együtt érted egy ilyen, beolvasztották, bevetették, sóval, bazzkés, kész. Nincs, nincs, nincs. Azért ilyen szar a, a magyar egészségügy egyébként e és jó jószerivel. E én ezt így 20, 25 évig belülről figyeltem nyilván az informatikai oldalon, de, de azért nyilván lát az ember egy csomó dolgot. Azért ilyen szor a magyar egészségügy, mert, mert egyrészt van egy ilyen begyöpesedett klinikai rendszer, ahol egy ilyen tekintély, elvű, ö, uralmi, pozícióleosztásos, feudális rendszer működik. Másrészt pedig ö, erre még rátesznek két lapát, miközben egyébként, és ez az érdekes, ugyanekkor, amikor ezt kiszavazták, a, az alkotmányból kivették, betették azt, hogy viszont a munkáltató, ha téged extra módon biztosít, azután neki kedvezményt fognak biztosítani. Tehát kvázi már a törvényel átterelnek a magánegészség ügybe, és milyen érdekes, hogy annak idén, amikor a biztosítási rendszert meg akarták változtatni, és a, és a biztosítás alapú euh, társadalombiztosítási euh, ellátást akarta az MSP, akit egyébként én akkor is rettentően utáltam, de hogy ezt a rendszert akarták bevezetni, akkor pedig a Fidesz feküdt tankkal ennek az egész kezdeményezésnek, utána pedig vidáman megcsinálta saját uh, rendszerét fű alatt. Ja. Szóval talan és, és uh, megalázó egyébként szerintem ez a ez az egész uh, dolog, mint ahogy annak idén a 300 forintos uh, népszavazás is egy, egy ökörség volt, tehát Mindenkivel tudatom, hogy ha vállalkozó és fizet, akkor most már sokkal többet fizet, mint 300 forint. És a 300 forintot csak az első orvos beteg találkozáskor kellett fizetni, és a tartósan uh, gondozásba kerülőknek pedig azt sem kellett megfizetni. Viszont azt láttuk, hogy én egy járóbeteg intézményben voltam akkor rendszergazda, azt viszont láttuk, hogy amikor bevezették ezt a 300 forintot kinkeservesen, akkor azonnal lett pénze az intézménynek. Egyfelől, meg amit én láttam akkor, hogy, hogy a házi orvosnál például kiűrültek a, a várószobák, és nem az volt, hogy bejön a néni, mert unatkozik, és a kis kezdve a kutyáján, macskáján át mindent megbeszél a házi orvossal miközben azok, akiknek tényleg ellátásra szorulnának kint, malmoznak a váróterembe. Tehát erről, erről, én legendákat tudnék mesélni, érted, hogy a, a Piroska nénit kellett megkérdezni, hogy ki mikor rendel, mert ez minden napben volt a rendelőbe, főleg télen, de akár nyáron is, mert rohadtul unatkozott, és, és ha valaki szabadságon volt, akkor a, hát ha a kis doktor nincs benne, akkor a nagyhoz megyek, és, és Bakker az a tényleg betegek elől veszi el a, a helyet. Egy és Olyan úgy... tévesztett, asszisztensnek Igen. kellett volna menni. És, és ugyanez a baj egyébként a sürgősségi ellátással is. Tehát amit most megy sürgősségi ellátás szinten, az ott lévő embereknek szerintem legalább a fele nem, nem, nem ott kéne, hogy legyen. Érted? Tehát nem, nem nem a sürgőségén kéne megoldani a problémáját. De amikor a körzeti orvos mondja neki, hogy hát baszki vagy, vársz három hónapot, hogy mit tudom én, egy koponyacétét csináljanak, vagy elmész a sürgősségére, és akkor ott megcsinálják azonnal. Na, szóval <tosz> erre ne is vesztegessünk több időt, mert szerintem aki egészségügy közelében van, az mindenki tudja, hogy ez mennyire szar és, és, álságos rendszer, aki meg nincs az egészségügy közelébe, az meg csak így gondolkozzon el, hogy, hogy előbb-utóbb valószínűleg a közelébe kerül, mert megbetegszik, vagy valami problémája lesz. Baromira nem mindegy, hogy, hogy, hogy hogyan fogják -e el látni. Hát, bizony. De ne is beszéljünk erről többet tényleg. Ez le, kurva lehangoló. Igen, és most is, most is el kell, hogy mondjuk többek között ezért is kell menni Debrecenbe, Vakker. Mert hogy ingyen kapsz egy olyan vizsgálatot, amin egyébként sorba kéne, hogy álljál, és lehet, hogy eszedbe se jutna, és még az is lehet, hogy valami rejtett problémádat ott fogják kideríteni. Én ezt komolyan mondom, nem hagynám ki semmi pénzért. Ezt a, a vizsgálatot. A Debrecen. Én nem is hagytam ki. Te nem is hagytad. Ja, erről jut eszembe, hogy mi történt velem, megint elfelejtettem. Ugye, 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 ugye. Éves üzemorvosi vizsgálat volt, és valami hát mindig ilyenkor van az éves üzemorvosi vizsgálat, nekem legalábbis, vagy ebbe az etapba vagyok, úgy látszik. És megint csináltak spirometriát, légzésfunkciós vizsgálatot. Jaj. Bocsánat, megint. Köszi, ide. Fifika, elnézést kérek, megint riasztásomba. Hát én ezt nem... nem fogom agyilag... Ügyeletes vagy, vagy mi a túró van? Hol tartottunk? Debreceni, ott tartottunk, hogy Jó, eszedbe igen, jutott igen, igen, valami. Voltál voltá spirometrián, Krisztián? És ezt voltam eddig nem említetted? Voltam spirometrián, mert ugye most voltam Debrecenbe, és tavaly is úgy volt, hogy visszamentem tavasszal Debrecenbe még egy mérésre, és most is most voltam ugye nemrég, aztán utána jön az üzemorvos, és mindig spirometriát csináltatnak velem, légzésfunkciós vizsgálatot az üzemorvoson is, és mindig el kell nekik mondanom, hogy tök fülöslegesen csináljuk, mert most kaptam meg nemrég a papírjaimat Debrecenből. Igen, és mit keresett Debrecenbe, és akkor mindig el kell mesélnem, hogy mit kerestem Debrecenbe. Úgyhogy én annyira be vagyok biztosítva a vizsgálatokkal, hogy az valami elképesztő. Na, most de már akár, akár, búvár is lehetné ennyi de... légzésfunkciós vizsgálat után. Simán, vagy űrhajós. Vagy űrhajós például. Múltkor volt egy jópofa fölvetés. Tippeld már meg, légy szíves, hogyha a bőrrel így kinyújtod a kezed a világűrbe, hogy az mennyi idő alatt fog megfagyni? Másfél másodperc? Baszki nem. És tudod miért? És, 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 és leesett az állam. Nincs közvetítő közeg. Mihez nincs közvetítő? Között. Hát légüres tér. Igen. Tehát, tehát ha mondjuk a, ezt egy mínusz 40 fokos szélviharba teszed, meg hamarabb megfagy a kezed, mint a világűrben. Igen, de hát igen. Messzus, abszolút nulla fok van. Igen, igen. Hát nincs abszolút nulla fok, mert ugye. Jó, azt hiszem, hát nincs, hogy mert sosem. A fölött négy fokkal van a, a világűr hidege, de hogy kiteszed a kezed, ö, nem így puff, azonnal uh, fagy meg a, a kezed ilyen másfél másodperc alatt, hanem mit tudom is, egy másfél perc alatt. Akkor butaság az összes cifibe, amikor Igen. Van, amikor <laughs> a szkafander üvege, és azonnal jégén pálcika lesz belőle. Igen, és ez pont wow. a pont a, a, csillagok háborúja a film kapcsán elemezték ki, Tud, abba nem, nem láttad valószínű. Abban van egy jelenet, amikor az öreg Leila az űrtörmelékben lebeg ö, egy ruhában, és ö, így kezd el és Elkezdték ezt hogy ez mennyire reális, hogy még onnan az erővel visszatér a, az űrhajóba. És akkor ott, erővel bármi. Erővel bármi, igen. igen és, és ott leírták, hogy hát nem, nem, nem tudja hova leadni a hőt. Tehát nincs olyan közeg, ami el, elnyelje a, a hődet. Ezért aztán lassabban hűz ki, mint hogyha lenne egy wow. ilyen közeg, amelyik elnyel. Ugye a termodinamika az az, hogy a, a nem a hideg jön be, hanem a meleg megy ki. Igen. És, pont ma este láttam a Batman sofa, pofán csapja a robin és pont ugyanezt mondja. Igen, 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 igen. És, és, ezért nem, nem másfél másodperc. Ugye a, a másik sztori az az volt, hogy néztem ezt a... Volt egy ilyen sorozat, nem tudom mennyire emlékszel rá, valamelyik tudományos csatornán, hogy kilenc életed van, mint a macskának. És tíz dologba kell döntened. És az egyik be ez volt, hogyha tele megy a szkafander sisakod vízzel, mondjuk lényegtelen, hogy hogy kerül oda a víz, de hogy tele megy vízzel, akkor mit csinálsz, hogy visszatartod a levegőt, vagy leveszed a sisakot, és kiöntöd a vizet a világűrbe. És a helyes válasz az volt, hogy leveszed a sisakot, kiöntöd a vizet, kiöntöd. visszateszed a sisakot. Wow. <Sz> nagyon, nagyon durva, nagyon durva, tehát sokkal so, másképp működik, mint, mint ahogy mi gondolnánk <Sz> egyébként. Mint ahogy másképp működik az adómentes küldemény határa is. <Sz> De szépen átkötöttem. Márciusban? Így van, tehát a Nemzeti Adó és. Ezt, föl, bocsánat. Uh, közleményünk következik. A Bizon, Nemzeti igen. Adó és Vámhivatal vámeljárási osztálya azt a tájékoztatást adta, hogy márciusban 45,68 dollárig adómentes a küldemény. 22 euróig áfa és vámmentes, 22 euró fölötti összeg esetén, ha a meghatározott közteher áfa vám mértéke nem haladja meg a 10 eurónak megfelelő összeget, akkor azt nem kell megfizetni. Köszönjük szépen, közleményünket hallották. Köszönjük, Nemzeti Adó és Vámhivatal. <coughs> zseni... Márciusba tessék rendelni. Zseniális. Hát ha most rendel, hát mi? Az most március van, már ne viccelj már. Mész, hogy márciusban tessék rendelni. De ez nem csak márciusban van, tehát ez nem egy ilyen ö, adó és vámmentes akció, hanem ez most már így lesz, nem, Krisztián? Hát, Hát, hát nem uh... tudom, meg kéne nézni a 2017 évi, mi ez, 152. törvény, 162. paragrafusának 5. cikkejét, mert nem tudom. Nekem így a leírás alapján azt tűnik belőle, hogy ez márciusra vonatkozik, valamiért, de aztán lehet, hogy nem. <coughs> öh, 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 nem tudom. Nézzük meg, mit mond a törvény. A jogtár nem viccel. Az uniós vámjog végrehajtásáról. Na figyeljék csak, nem szaragurítanak gurítanak ezek. Milyen 162. paragrafus 5. bekezdés. Nem oda akarok a reklámra kattintani, hogy már békén. Hogy kell itt pésdánolni? Nem így kell pésdánolni. Itt van. 162. paragrafus. 99. 177. Túlugrottam. 162. Krisztián! <laughs> 162. Na. Élő adásban. Szk élő adásban scrollozok. A válhatóság által kiszabott, illetve visszautalandó jogcímenként kis összegű 10 eurónál vagy ezzel megegyező 138. paragrafus első szerint szerinti árfolyamon átszámított forint összegnél kevesebb egyéb terek összegét, ez 10 euróról beszél mondjuk, kívül a jövő eddigi termék után dörödött tereket, nem kell megfizetni, illetve visszafizetni, az így meg nem fizetett összeget a vállalatosgatási eljárás lezárásával egyidejűleg törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig bevételként elszámolni a válhatóság. nem kell megfizetni, illetve visszafizetni azt a 10 euró alatti egyéb terek különbözetet, valamint amely egy Hát ez, ez, nem erről szól. Vagy legalábbis én nem, az én vagyom nem köti össze, hogy, hogy mi van. Pedig jót nézek. ja, igen, nem, nem, várjál, nem. Ha meghatározott közter mértéke nem haladja meg. Igen. Azt nem kell megfizetni. Tehát 10 euró alatt semmit nem kell megfizetni. Áfa és mentes, 22 euró fölött és adómentes 45-60. Én ezt nem tudom értelmezni egyébként. Most mi van? <laughs> Az valamit amit felolvastam Krisztián, tehát uh, nem, nem gondolnám, hogy más lenne. Ja, hogy a közteher nem... Aha, oké, okay, leesett, értelmezem. Értelmezem március, én ezt úgy értelmezem mindentől kezdve, hogy márciusban és csak márciusban 45,68 dollárig adómentes a küldemény, és alapvetően meg 22 euróig áfa és vámmentes, és 22 euró fölött pedig, hogyha az áfa és a vám összesen nem haladja meg a 10 eurónak megfelelő összeget, akkor azt nem kell megfizetni. De ez így jó, jó bonyolultan hangzik azért, és továbbra sem értem, hogy most mi van márciusban a dollárral, és mi van egyébként az euróval. Hát, bármi. Bármi lehet. Szerintem ott az árfolyam ingadozás miatt lett állítólag kihangsúlyozva ez a... De figyelj, nem lesz 22 euróból ne, majdnem 46 dollár. Figyelj, azt, azt én se értettem. Azt én se értettem, hogy az hogyan működött. De. De nem tudom. Ez gyakorlatilag nekem továbbra is közel értelmezhetetlen, hogy akkor most mi a lényeg? Figyelj, ez a lényeg, ami ott le van írva. Tehát aki eddig másképp gondolta, az most így, így gondolt. Azt én se tudom, hogy a 46 dollár és a, a 20 euró hogyan aránylik egymáshoz, mert ilyen euró-dollár árfolyamot még nem láttam, hogy a 46 dollár 20 euró, vagy a 20 euró 46 dollár. Vagy ezek tudnak valamiről? Vagy ezek tudnak a, valamiről, de. igen, igen. Tehát most, most nem tudom, mi lesz, hogy az euró fog erősödni, vagy a dollár bedőlni, de valami lesz. <laughs> Én nem de érzem maradéktalanul úgy, hogy nagyon ügyesen elvégeztük volna a tájékoztatási kötelezettségünket, de, Charlie, ha hallgatsz minket, és miért nem hallgatnál minket, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tájékoztatás, ennek nincs semmi értelme. De, ez fölért egy csubakka védekezéssel. Ezt gondoljuk. Nos. Uh, mi van még itt a dalsójumba, kérlek? Uh, hát. Fú, egyrészt, egyrészt én, én kifeküdtem, tehát hogy nekünk micsoda minisztereink vannak, érted? Tehát így komolyan mondom, ledöbbentem. Tehát titokba kimegy Bécsbe. Érted? Ráadásul egy megyében lakom vele. Tehát nekem, nekem azért is volt érdekes. Titokban kimegy Bécsbe, és onnan egy ilyen uh, uh, szomorú zongora, uh, halk szavával megtűzdelt videóban arról beszél, miközben ilyen látod, hogy, hogy úgy kényszeredetten próbálnak keresni migránsokat beszél arról, hogy hát bizony ez vár ránk, hm, ami itt is van, látják, és tudod egy ilyen aránylag esős-borongós idő volt és ezt a Facebook oldalán osztotta meg uh, uh, Lézer János és és hogy, hogy itt átvették ebben a városrészben a migránsok az irányítást, és már csak a nyugdíjasok laknak itt, akik nem tudnak elköltözni, napi atrocitások vannak, leépül minden, és közben a hátad mögött egy ilyen tiptop várost látsz, érted? Nem is érted, hogy, hogy ez most miről beszélt. Tehát egy csik nem volt a izén, a járdán, érted? És hogy. Ezek már németül se tudnak. Megszólítottam egy párat, mondja ő, de nem tudnak németül. Már nem akarnak megtanulni, mert így fogják kialakítani itt a, a saját életterüket. És ezt így pazd meg bele a kamerába. Nem tudom, ki filmezte, és mondjuk, hogy álvány nélkül kibírta a röhögés nélkül az, azt, ami ott ment az, az Lehet, nagyon hogy túlva. ilyen egyensúlyban volt. Miközben egyébként Bécs a világ legélhetőbb városainak rangsorában az első közt van, Budapesttel ellentétben, és, és ez egy ilyen, ilyen nagyon erőltetett hangulatkeltés volt a részéről. És aztán egyszer csak azt nyilat... Ja, hogy eltűnt a videó a Facebook oldaláról, és kiderült, hogy a Facebook törölte. Természetesen a videót már azóta megkritizált a, a Bécsi város vezetés, és gondolom majd még egy páran azért reagálni fognak rá, de ez így pikpak két, két napig volt ki, aztán eltűnt a, a, az egész videó. És ez nekem annyira... De, alkalmas. De, ad, annyira anyag. borzasztó. És akkor igen, a, a kis, kispesti polgármester csinált azt, hogy leszedett a gyűlöletkertésre alkalmas, vagy az új, újpesti. Az újpesti. Ja, amikor ráplakátoltak? Rá, rá, rá hát meg, meg, le is szedette, tehát ott marha keményen beszólt. Tehát iszonyatosan kíváncsi vagyok április 1848-ra, április 8-ára, hogy vajon ezek után tényleg most már mi megy át a, az emberektől. Jó pofa volt, azt nem tudom látta, de a Márkizai Péter a, a, polgármesteri hivatal főbejárat a fölé föltette egy migráns számlálót. Nem, nem láttam és akkor kiírt a magyar kormány, és akkor oda volt írva, amitől hogy 2300 alatta meg, nem tudom, a fizetettek az valami, nem tudom én hány ezer, mellett egy másik oszlop Soros György, <laughs> és akkor nulla, <gül> nulla. <gül> Is, Nagyon durva. Tehát nem tudom, összesküvés elméletben még hova lehet tovább menni, de most már ugye uh, mindenki hülye. Tehát figyeld meg, Amerika is az lesz, már ki akarnak tiltani egy pár nagy embert. Tehát, hogy hülye lesz mindenki. Tehát most már ugye az, az, azt hiszem az ensz tartunk. Most már nyilván a Facebook is az egy uh, soros által fizetett, bérelt állat ez a, nem tudom ki a Facebook alapítója. Zuckerberg. Na, Zuckerberg. Na, érted? A párhuzamot ez a nevek között. Ez, ez nem lehet Cuk véletlen. Zuckerberg. Cuk érted? Na, és, és hogy így lassan érted, mindenki szembe jön, tehát komolyan, valami hihetetlen. És most a, a, legdurvább, amit láttam, az az volt, hogy kiálltak egy magántulajdonban lévő gyártelep elé. Azt láttad? Nem és elkezdtek rettegni, hogy ebből itt a hátunk mögött migráns telep lesz, és ott volt a, 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 a mit tudom, a nyugdíjas szövetségnek a, az elnöknője, aki nyilván ráér, mert nyugdíjas, és így, így, ezt a borzalmas blőd dumát így bele a mikrofonba, hogy nem akarom, hogy az unokáim muszlimok legyenek, meg nemt úr Isten nem, tehát komolyan mondom, ez, ez, valami elképesztő, ami, ami megy. És oda ment a riporter, és kérdezte, de ki mondta, hogy ide migránsokat hoznak? Hát a kis Gyula. Hát de ki az a kis Gyula? <laughs> hát baszki. Te mondhatta volna ennyire azt is, hogy a nagy Péter. Tehát érted. Hát az ottó. Hát az ottó. Hát engem múltkor fölhívott egy aggódó anyuka, és elmesélte, hogy a nem tudom én, melyik elempés képviselő veri a feleségét. Tehát most itt tartunk jelen pillanatban. Az engem is hívott, a belvárosi anyuka, azonnal, azonnal meg kell osztani a velem ezt. Olyan hangon, hogy fú, basszus. Áh. Na nem Lázár no, nem nem tudom... János várja. Mondjad, mondjad. Nem nem, tudom, hogy honnan tudják a telefonszámot, hogy miért hívogatnak ilyen hülyeségekkel, és, plegyka, és konkrétan plegyka szintű információkat osztanak meg, gondolom nem kis pénzért. Mellesleg én lehet, hogy az én, meg a te adódból áll. szórakoznak ezekkel a, a dolgokkal. Elképesztő. Igen, itt már Párt vagyon és a közvagyon között nagyon elmosódott a határ itt az elmúlt nyolc évben. Azt hiszem, úgyhogy sosem tudjuk meg, hogy az miből is fizetik ezeket a dolgokat. Viszont ne hagyjuk ennyiben még Lázár János, mert én láttam hogy elképesztően jó dolgokat a Facebookon ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy találkoztál vele, beindult az emberek fantáziája. És, mert hogy a Lázár János neki nyávogni a Facebook oldalán is, hogy hát hogy itt ezt, neki ezt itt eltávolították, és ő ezt nem is érti, és már, már, már be is panaszolta, és akkor ezzel a poszttal is szeretné jelezni a Facebook adminisztrátorainak, hogy kéri vissza a videóját. <laughs> <laughs> és hogy... valaki megosztotta a következő kommentje. Ha Facebookra jössz, be kell tartanod a törvényeket. <laughs> Ú, de durva, de durva, Istenem. A másik meg a másik meg a következő poszt volt, hogy. Gyerekek! A Fidesz most tényleg azt nyilatkozta, hogyha ha azt szeretnénk, hogy Budapest olyan legyen, mint Bécs, akkor szavazzunk az ellenzékre. Rendben! Tehát, öh, olyan, olyan kapkodás lehet egyébként, és annyira meg. Tehát egy. egy Piszok jól az ember ö, zsigereire ható kommunikációt folytattak eddig, nagyon, hogy is mondjam, releváns találatokra fölépítve. Mert azért ez a, ez a sorosféle dolog is ott volt már évtizedek óta. Nem értek egyet, Fifika. A... Nem bírja bevenni a, a... Bocsánat, hogy közbeszólok. Nem bírja bevenni a gyomrom ezt, hogy a zsigerekre ható, mert hogy nekem is vannak zsigereim, de hogy könyörgöm. Ezek annyira blőd, ostoba fasságok, hogy csak várja, a várja, várja, nézd, nézd meg a preferencialistát. A preferencialistán az élettér elvétele, az, az iszonyú, tehát az valahol az éhezéssel van egy szinten. Apukám. tehát az legyen? Ide, idegenek... hogy elvegye, csak azért, mert azt mondja, hogy de... vagy kicsoda. Oké, okay, oké, okay, de hogy mondja? Hát van egy csomó ember, aki aki még hisz nekik, és, és azok elhiszik minden szavukat. És ö, emlékszel a. De hogy emlékszel, én sem emlékszek rá, hülye vagyok. Az Orzon lesz rádiójátékára. Ugye, ja, amikor ja, 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 ja. Me me megcsinált az AG vel a harcán. világok harcát. És kiment egy csomó farmerbaszki, és kilövöldözték a víztartályaikat, mert azt hitték, hogy a tripodok jönnek a sötétbe, és, és hogy összecsomagoltak a családok, és elindultak. Ez pontosan ugyanaz pontosan ugyanazt látjuk, amit az Orzon Welles rádió játékában, hogy ez van, apukám. Tehát a, a, egyszerűen annak idején a Kádár rendszerbe meg kellett tanulni, olvasni a sorok között, mert ott hivatalosan csak olyan sajtóhoz férhettél hozzá, amelyik nyilvánvalóan a rendszer seggét nyalta. De azért volt egy pár újságíró, és volt egy pár újság, ami azért úgy kézen közön, a sorok között megírogatott dolgokat, és megtanultak az emberek a sorok közt olvasni. Ma meg nincs már sorok között olvasás, hanem annyi fél vagy téves információval árasztanak el, ugye ez most már a fake news korszaka, hogy már, már az információ szűrésére képtelen vagy sokszor. De fake news az egy dolog, de hogyha ez kormányzati szinten megy, az jutott nekem most itt eszembe, hogy ha te haszonszerzés céljából másokat megtévesztesz, ennek van BTK neve a dolognak, úgy hívják, hogy csalás. És itt gyakorlatilag csak... erről van szó, hogy hiszékeny Igen, ember, csak... és, és nem mentsék, hogy az emberek hiszékenyek. Krisztián, én tudom, hogy te nem. egy forradalmi ember vagy, tehát állítsd ezt össze, és add, add oda a legfelsőbb ügyésznek. És szeretném látni a, 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 azt, azt az arcot, amikor azt fogja mondani, hogy csak egy kérdésről volt szó. Tehát most ezt gondold már végig, hogy mit, mit mondasz. Tehát Természetesen, ma, de. Hát ma akkor ilyet is. Nem, nem, a kapuig nem jutsz el vele, ne vicceljél már, nem jém, állam, hogy <kül> nézd meg egy cigaretta ügybe, mi megy, és hogy az alkotmánybíróság milyen uh, hihetetlen ordas uh, logika mentén dönt úgy, ahogy dönt. <kül> hát jó ettől függetlenül, szerintem ez továbbra is csalás. Hát, oké, ez a te véleményed meg nyilván még rajtad kívül egy jó pár emberét. Nem, nem nincs kétségünk. Én benéztem Krisztián az olvasói kérdések közé. Vannak olvasói kérdések? Így bizony, hogy vannak. Péter, Na. Péter nevű hallgatónk Kérdezi a következőt, és ez e, szerintem neked van szegezve. Miért nem látom az olvasói kérdést? E, mert én is vakker 10 percig keresgéltem, mire megtaláltam ja, jó, a párásét oldalán. Nem szakítalak meg. Beszéltetek róla, hogy az AB által visszadobott mújópanasznak panasznak lehet európai szintű folytatása. Ez most hogy áll? Van-e valami fejlemény? Na. Fejlemény nincsen, ugye november végén került elutasításra, úgyhogy május végéig van határidő arra, hogy beadjuk a, a konzultációnak hívják ezt, ha jól emlékszem, a, az intézményt, ahogy a, be lehet ezt nyújtani. Úgyhogy nem, fejlemény még nincsen, de nagyon észben tartom a rohamosan közeledő határidőt. Ezt megírjam, hogy hmm. nyújtsam. Mikor lesz hallható újra Charlie? Doktor Blackit sem hallottuk mostanában. Uh, Csendivel kapcsolatban én optimista vagyok. Szerintem lassan rendeződnek a magán uh, életi problémái, de senki nem vállásra meg ilyenekre gondoljon. Uh, volt egy nagy etap a, a háttérben, ami az ember életét azért eléggé föl tudja bolydítani, de én azt gondolom, hogy nem sokára ismét ringbe száll. Hát Blacky meg azért problémás egy kicsit. Egyrészt baromira tele szaladt neki a hócipője a közösségi szereplésekkel és az egyéb dolgokkal, másrészt kicsit nyilván nehezebb összehangolni a, az angliai dolgokat, de szerintem lesz olyan téma, amiben Blackit be fogjuk hívni adásba. Illetve mi terveznénk vendégeket is, de ugye az a probléma, hogy a Charlie egy maximalista állat, és a az részemről. Oké. Okay. <laughs> És nem mindenkinek van olyan szetapja, hogy azt, azt mondjuk arra szintre föl, föl lehet hozni, ahová a Charlie szeretné a hangminőséget. És ez mondjuk, amikor kezdtünk, olyan nagy problémát nem okozott nekünk. Igazán ha vendég van, akkor ezt úgy lehet megcsinálni, hogy elmegy Charliehoz, a Charlie fölveszi vele külön ezt a, a részt, vagy együtt vannak ott éppen, amikor podcast van, de miután a podcastnek az időpontja azért nagyon sok mindentől függ, ezért ezt marha nehéz összehozni. Illetve azt mondja, hogy jó, mi a helyzet a blosz koncentrátumokkal, ezt már így kiveséztük, tényleg nem akarok erről most többet beszélni, majd ha piacon lesz, akkor, akkor még megtoljuk egy picit rekláma. Mujó vett magának új pulcsit zárható zsebbel. Mert már egy hete nem hagytam el. Hogy ne hagyja liquidet. el deci számra a likvidet. Nem vettem zárható zsebeset, bár féligasság, vagy majdnem teli találat, mert rendeltem AliExpressről még a télvíz elején egy kapucnis fölsőt, aminek esküszöm neked, be vannak varva a zsebei. Tehát nem az, hogy nincsen zsebe, hanem meg van csinálva a zseb, és bónuszba bevarták. Az nagyon jó, hogy. Nagyon... Zárt zseb, igazából, de nem, nem, nem. Ezt mondtam valamelyik adásban, hogy mióta így elkezdtem tömegesen elhagyni a 100 ml likvideket, azóta visszaálltam a Dvarvra, és így nem kell állandóan a zsebembe tartani a, a likvides flaskát. Így védekezek a, a heti egyszer 100 milli, illetve, is, mert heti 200 milli volt két egymás követő napom. Így védekezem a likvid elhagyás ellen. Hú! Uh, illetve terveztek-e 200. 200. podcast-talit? Uh, szerintem tervezünk. Én is azt gondolnám, hogy tervezünk. Igen, Ter minden 50-et megültünk eddig, most miért pont a 200 hagynánk ki? Uh, az nem biztos, hogy pont a 200. adás. Ra tudjuk összehozni. Én is azért... Addigra már legalább jó idő lesz. Elég sokat vagyok kint, igen. Addigra már legalább jó idő lesz, de tervezünk, igen. Igen. Szeretnénk 200. podcast talit összehozni. Még ha esetleg zárt körült, akkor is. Illetve hát Jött egy régi kényszer nevű hallgatónktól egy hosszabb értekezés. Talán pár mondattal több szó is eshetne Debrecenről. Tehát minden adásban beszélünk róla, tényleg. Arról, hogyha ekkora érdektelenségbe fullad, akkor egy nagyon-nagyon nagy szanszot hagyunk veszendőbe menni, pont most, amikor talán a politikusi körökből is számíthatunk némi támogatásra. Hát, hogy pont most miért számíthatnánk a politikusi körökből támogatásra, azt nem nagyon vágom. Nyilvánvalóan minden uh, politikai formáció a választásokkal van elfoglalva, és uh, biztos, hogy nem most fog velünk uh, foglalkozni. Uh, adhatnánk valamit a kezükbe, amivel hatékonyabban, könnyebben lehetné, tehetnének értünk. De ha mindenkinek elég annyi, hogy dobálhatja a kosárba a cuccot a faszteken, és nehezére esik egyszer egy napot, fél napot szánni arra, hogy 15 percig nyugodtan üljön, kétszer belefújjon egy csőbe, és adjon pár fért, nem másért, csak saját magáért, akkor hiába is reménykedünk a csodában. Hát ezzel a részen én abszolút egyet értek. Nem tudom, neked van-e? Nem, van -e nem, nem, nem tudok mit mondani, ez így kerek volt, igen. Ez nem is kérdés volt, ez uh, kinyilatkoztatás, de abszolút uh, egyetértünk uh, velük, vagy vele, uh, régi kényszerrel. És uh, én is azt gondolom, hogy tényleg mindenki gondolja át ezt a, a a dolgot, illetve. És már dohányozni sem kell. Így van, így van. Illetve sokan érdeklődtek, hogy mi van az Egyesülettel. Az Egyesület megvan, csak, hogy mondjam, nekünk volt két olyan évünk, amikor folyamatosan dolgoztunk és próbáltunk az, az ellen tenni, ami most van. Nyilván voltak sikereink, részsikereink, természetesen nem az van, amit szeretnénk. Egyrészt, másrészt az egyesület az nem én vagyok, tehát viszont meg tudom számolni azt hiszem a két kezemen azoknak az embereknek a számát, akik aktívan segítenek és dolgoznak velünk együtt, illetve a, a, tagság is azért elvékonyodott. De kellett ez az egy év, kvázi, mit mondtam múltkor, Krisztián, kék üzemmód, vagy... Ké, mint a kék norvég, nem döglöd, csak pihen. Nem döglött, csak pihen. Tehát kellett ez az egy, egy év, Többek között azért, hogy át, át tudjuk látni a, azt a helyzetet, ami kialakult, illetve az ebben résztvevőkkel azért a háttérben folyt a, a diskurzus. És most már azt gondolom, hogy örömmel mondhatom azt, hogy egy pár héten belül ki fog kerülni egyfajta a, a fekete fórumra, illetve a Facebook csoportokba is közreadjuk, a, ami gyakorlatilag az, az Egyesület új célkitűzéseit fogja tárgyalni vagy taglalni, hogy ebben a helyzetben mi az, amit mi törvényesen tehetünk, milyen, milyen hogy is mondjam, meghatározott célok mentén tudunk tovább haladni illetve hogyan tudunk minél nagyobb tömegbázist építeni. Mert azt azért mindenki látja, hogy akkor van gyakorlatilag súlyod akárhol, tök mindegy, hogy ez kormány vagy valamelyik politikai erőről beszélgetünk, akkor van súlyod, hogyha van mögötted tömegbázis. Ha nincs mögötted tömegbázis, akkor súlytalanná válsz, és és komolytalan lesz az egész. Tehát azon fogunk, vagy azon dolgoztunk ebbe az elmúlt egy évben, hogy hogy összerakjuk azt a fajta új koncepciót, ami mentén majd működni tudunk, de azért közben pályáztunk, közben uh, Krisztiánt csak ki tudtuk juttatni a, a nikotin uh, konferenciára. Ja, ja. Illetve építettünk egy csomó kapcsolatot más társszervezetekkel, sőt, még, még azt a gyalázatot is megtettük így magunk közt, hogy azok a, a trafikban dolgozó eladók, akik akartak valami mélyebb ismeretet kapni az elektromos cigarettáról és a, a használatáról és a... A, ennek a, a működéséről, azoknak ingyen tartottunk előadásokat, de nyilván nem ez vitt el a, a, az Egyesület erejét, hanem hogy még ez mellett ezt is azért megtettük. Természetesen dilemma volt, hogy segítsük, ne segítsük őket, de hát még mindig jobb egy egy Kissé képzett, mint egy képzetlen eladóval találkozni. De Ennek ellenére természetesen nagyon sok uh, trafikban találkozhatok olyan emberekkel, akiknek lövésük nincs a, az egészről, és ezt látjuk, hogy ez így nem nem, nem, nem jó. Na úgyhogy uh, föl a feje, semmi remény. Én azt gondolom, hogy, uh, hogy uh, az április 8-a is nagyban fogja befolyásolni azt, hogy milyen lehetőségeink lesznek a jövőben, és ezt majd mindenki vegye figyelembe a, a szavazó fülkék súlyos, magányos csendjében. Nos, ennyi lett volna az olvasói kérdésekre való reagálás, és még fogalmam sincs, milyen videót fogok föltenni, de valószínűleg Elon musk lesz megint kapcsolatos. Nem tudom, hallottad de Krisztián, hogy mit, mit, mit szerettek volna, és mi nem sikerült nekik. Nem, lemaradtam. Mit szerettek volna? <hállt> <hállt> Szóval, ha most uh, magyarok, tehát az, ha az Elon Musk magyar lenne, akkor most azt mondanánk rá, hogy ez a faszi, ez egy fillér baszó. <laughs> megpróbálták most elkapni, a, megpróbálták elkapni a tengeren a rakéta orkúpját. Ez hogyan, vagy mi ez? Tehát amikor uh, ugye az utolsó fokozat uh, is leáll, akkor kinyílik a, a rakétának az orkúpja, és az uh -huh. így két, két oldalra leesik. És akkor Igen. kijön a műhold, vagy a szállítmány, vagy a csomag, vagy akármilyen. Jaj, ott jaj, jaj, ott jaj, már nincs légellenállás, már... tehát ott már nincs értelme az orkúpnak. És ezt az orkúpot megpróbálták baszki a tengeren elkapni, de ilyen. Nem tudom, én 100 méterre mellé mentek. Egy, meg fogják csinálni, ebbe biztos vagyok, hogy meg, meg fogják csinálni, de ilyen 100 méterre mellé lőtték. a piszok gyors hajó, és tényleg olyan van rajta egy kurva nagy háló, érted, ami gumiból van, és el tudnák kapni ezt a cuccot, hogyha pontosan alá tudnák manőverezni. Nyilván itt pályákat kell számítani, meg, meg akármiket de biztos, hogy meg fogják csinálni előbb-utóbb, és hát nyilvánvalóan ezt az orkúpot mi a fenének készítenének még egy orkúpot, mikor a következő repülésnél ez is tökéletesen. Hát a száz megpróbálja újra a rakétáit. Abszolút, abszolút, tehát marhára tetszett a történet, tehát, hogy már ilyenekre ö, odafigyel. <tosz> Szóval zseniális a, a, fickó, én rettentően szurkolok neki, és ugye elkezdte fúrni a, az alagútját, úgyhogy előbb-utóbb meg lesz ez a 1000 km per órás csővonat is, és akkor már tényleg olyan lesz, mint gyerekkoromban a jövőt. <laughs> Múltkor kezembe akadt egy régi könyvem, amit nem tudok megválni. Az egy ilyen jövővel foglalkozó könyv, még a, a dühöngő szocializmusból 60-as évekbe íródott talán. És akkor ott írták ezt le, hogy ó, már 1980-ban már ilyen tenger csővasút, meg, ah, meg repülőautó, meg amit akarsz, minden. Nagyon jó pofa volt. Sajnos szomorúan kell konstatálnom, hogy kifogytunk a témából. Itt a vége, Fusselvéle. Már csak a adás címet, majd megszűjük, így van. És szeretnénk megköszönni így az adás végén. Bár ezt mindig a közepén szeretnénk megköszönni, de annyi felé kalandozunk lélekben, hogy ez így valahogy elmarad Nem a végére. Mindig Nem mindig sikerül. Sőt. Szeretnénk megköszönni a Patreonjainknak a támogatást, Charlie-nak az áldozatos munkáját, amivel éjszakánként ki a hangunkat, főleg a tiéd, Krisztián. Hát igen. És a... Bármilyen kiszencsinosak a hullámforma. Igen. És mindenkinek... mindenkinek, aki hallgat minket, szeretnék megköszönni, hogy velünk van ezekben a nehéz időkben. Egy élmény volt ismét. Sziasztok! Köszi, sziasztok!